Önök az M-Plain Televízió hírműsorát, a hírhetet látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Legfontosabb híreink következnek. Névhasználati vita. Használhatják a tokai nevet a Borvidék szlovákiai részén készülő borokra. Magyarország fellebbez az Európai Bizottság döntése ellen. Díjeső. Tarolta térség a Virágos Magyarországért versenyen. Sátoraljaújhely, Sárospatak, Komlóska és Hercegkút is elismerést kapott. Prep Art. Az egykori tanítóképzősök alkotásaiból nyílt kiállítás a Sárospataki Művelődésházában. A szlovák ragok nélkül használhatják a tokai nevet az Európai Bíróság döntése szerint a Borvidék Szlovákiára eső területén a termelők. Magyarország fellebbezni fog a névhasználat ellen. A végső döntést az Unió illetékes bizottsága hozza majd meg 2014-ben. Magyarország korábban felajánlotta a szlovák termelőknek a tokai név használatát, abban az esetben, ha a termelők minden technológiai, minőségellenőrzési és adminisztrációs szabályt betartanak. Ez valójában sosem történt meg, így a határ túloldalán készült borok sokszor nem is hasonlítanak a tokaihoz. A magyar fél emiatt tiltakozik az azonos névhasználat ellen. Ebben például van alsóbor, mert ez drága a palackértjük. A szlovákiai szőlősként készült tokai borokat mutatja termelőjük. Az itt élők egy részének biztos megélhetést jelent, hogy 1918-ban a települést Kistoronyával együtt a tokai borvidék részévé nyilvánították. A trianoni békediktátumban 178 hektárnyi olyan szőlőterület került Szlovákiához, amely a történelmi borvidék része volt. Azóta is készülnek itt borok, hol szlovák ragokkal ellátott Tokajska, Tokajski vagy Tokajski címkékkel, újabban pedig egyszerűen Tokaj felirattal. A szlovák kistermelők egyébként nem érzik olyan súlyosnak a névhasználati problémát. Mintegy 10%-a a szőlőterület a magyarországihoz képest, és így természetesen, hogy olyan nagy mennyiséggel nem tudtunk soha kirukkolni a nagyvilágba. Működnek azonban a területen nagyobb borászatok is, amelyek, mivel termékeik nem a tokainak megfelelő technológiával készülnek, rontják a magyar termelők megítélését a nemzetközi piacokon. A magyar borászok között vannak, akik egyenesen bortrianont emlegetnek. Se az ellenőrzési rendszerük, se a bortörvényük, se az egész technológiájuk nem egyezik meg a magyar technológiával, és Magyarország is Tokajhegyalja az utóbbi 20 évben, és hát korábban is rendkívül sok szigorú lépést tett annak érdekében, hogy minőség megőrzése és minőség javítása érdekében megszülesedek a törvények, hát most ezt teljes mértékig lerombolja ezt az elgondolását, tehát ezzel abszolút nem lehet egyetérteni. Magyarország azt kérte az Európai Bíróságtól, hogy vizsgálja felül a tokai névhasználat kérdését, és ne engedje, hogy a nem Magyarországon készült borok címkéiken szlovák ragok nélkül megtévesztően tokaiként kerüljenek forgalomba. A bíróság elutasította hazánk kérését, mivel 2006-ban és 2007-ben, amikor az eredet megjelölésekről kellett dönteni, a magyar állam képviselője nem emelt kifogást a szlovák ragok nélküli oltalomba vétel ellen. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője szerint azonban nincs ok az aggodalomra. Itt a végső döntés előtti fázisban vagyunk, ez még nem a mostani végső döntés, ez csak egy ajánlás, fontos, de mégiscsak egy ajánlás. Tehát a magyar félnek mindenféleképpen helye van két hónapon belül fellebbezni, és mi mindent meg fogunk tenni, hogy ezt megtegyük, és az ügyben is, hogy nem csak a bíróság előtt, hanem a illetékes Európai Bizottság előtt szeretnénk majd beadvánnyal fordulni. Tudnék, 2014. december 31-ig még van több mint egy év, hogy a végső állásfoglalás kijöjjön az Európai Unió illetékes bizottságától. A magyar fél egyébként elfogadta volna, hogy a határon túli borok is tokaiként kerüljenek forgalomba, ha a szlovák termelők betartják a Magyarországon érvényben lévő minőségi és technológiai szabályokat. A szlovák fél azonban sosem tett eleget ezeknek, pedig vállalásait az uniós ellenőrző szervek előtt is megtette. A Virágos Magyarországért mozgalom minden éven versenyt hirdet a települések között. A győztesek a nemzetközi porondon képviselhetik hazánkat. Az idei győztes falu Csopak lett, a városok közül pedig Hévíz. Így a díjkiosztót is a Balatonparti településen rendezték meg. Sárospatak, Sátoraljaújhely, Hercegkút és Komlóska is elismerésben részesült a környezetfejlesztési munkáért és a zöld területek gyarapodásáért.
A belügyminisztérium díját vehette át Sárospatak a Virágos Magyarországért versenydíj kiosztó ünnepségén, Sátoraljaújhelyt pedig a Területfejlesztési Bizottság tüntette ki. A verseny népszerűségét jelzi, hogy a hazai települések közel egyharmada már legalább egyszer nevezett. Ez egy annyira normális igény, hogy az embernek a környezete rendben legyen, szép legyen, és hogy ez azt gondolom, hogy azért nagyon fontos ez az egész mozgalom, mert ez nem csupán arról szól, hogy az utcák rendben legyenek, meg a főterek, mert hogyha az utca meg a főtér rendben van, akkor egy idő után szégyelni fogják azt is, hogyha a kertjük nincs rendben, meg a földjeik nincsenek rendben. A belügyminisztériumi díj odaítélésekor fontos szempont volt az, hogy a város közterületei mellett a magánporták mennyire rendezettek. A sárospatakiak így joggal lehetnek büszkék a kitüntetésre. Ennek a díjnak a jelentőség abban van, hogy a város szinte minden lakója tette azért, hogy városunk szép és virágos legyen. Természetesen külön meg kell említeni a kommunális szervezetet, hiszen hivatásszerűen ők foglalkoznak a város virágosításával, parkosításával, tisztántartásával, de azt kell mondanom, hogy a város minden lakója magáinak érezheti ezt a díjat, hiszen nagyon sok rendezett portát, utcát, kertet, erkét látunk, tehát nem csak egy-egy szervezeté, a városfenntartó szervezeté, hanem az egész városé, és minden lakó büszke lehet rá. Sátoraljaújhely is sokat szóra nevezett a versenyre. A várost a Területfejlesztési Bizottság jutalmazta díjával, főleg a zöld területek rendezettségének és a folyamatos fejlődésnek köszönhetően. Évek óta a város elkötelezett híve a Virágos Magyarország versenyben való részvételnek és az abban való kemény munkavégzésnek. Először is szeretném itt megköszönni azoknak a kollégáknak, a városvezetésének a munkáját, akik ebben a feladatban, ebben a virágosításban segítették a város. A Virágos Magyarországért mozgalom nemzetközi színvonalú versenyét már 1994 óta minden éven megtartják. A legfontosabb értékelési szempont az, hogy az adott település milyen lépéseket tett a virágosításért. Legyen egy nagyon tudatos környezetfejlesztés, ahol a zöld felületek állapota, fenntartása fontos szerepet kap. Ezen kívül természetesen a zsűrizési szempontok között megvizsgáljuk a lakossági részvételt is, illetve hogyha van, akkor természetesen a műemléki épületek környezetét, a turisztikai vendégváróhelyek környezetét. Tehát gyakorlatilag próbálunk egy átfogó képet kapni a településről, és megítélni az ott élőknek az életminőségét. Magyarország sokat fejlődött a környezettudatosságra nevelésben és a lakóhelyek szépítésében. Ez részben a Virágos Magyarországért mozgalomnak is köszönhető. A díjkiosztón csak nem 70 kitüntetést adtak át. Többek között a belügyminisztérium elismerését vehette át Herceg Kút is, míg a komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda az Emberi Erőforrás Minisztérium oktatási díját kapta meg. A napokban kapnak értesítést a nyertesek a Darányi Ignác terv keretében benyújtott mikrovállalkozásokat és a turisztikai fejlesztéseket érintő pályázataikról. Hangzott el a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület sárospataki sajtótájékoztatóján. A helyi akciócsoport területéről kétszeres igény érkezett be, és az is jól látszik, fejlődne a vidék, ha kap rá lehetőséget. Vége felé közeledik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal által kiírt és koordinált mikrovállalkozások fejlesztési célzó pályázatok elbírálása, hangzott el a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület sárospataki tájékoztatóján. A programra kétszeres volt a túljelentkezés. A beérkezett pályázatokból 23 pályázat maradt, szakmai szempontból megfelelőnek elfogadva. Ezek kerülnek rangsorállításba szakmai pontozás alapján, és ez év végéig meg fogják tudni a pályázók az eredményeket, de így is jelenleg 150%-os igény mutatkozik a meglévő keretünkre. A turisztikai fejlesztésekről szóló pályázatokról is hamarosan döntés születik. Az elbírálás során kiderült, sok beadvány nem felelt meg a formai követelményeknek. A beérkezett 19 projektből 10-et utasítottak el emiatt. A vállalkozás fejlesztési és turisztikai pályázatokra helyi szinten mintegy 150 millió forintos támogatást tudnak majd biztosítani. Hamarosan lejár a vidéki örökség megőrzését célzó pályázatok beadási határideje is. A városok, illetve a kistérségi központok kivételével valamennyi település, de Sárospatak, Sátoraljaújhely vonatkozásában az egyéb csatolt városrészek, illetve a külterületen a fejlesztés megvalósítható. Önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit szervezetek, illetve az egyházak jogosultak támogatás benyújtására
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a, de az első célterület esetében, ott amennyiben a tulajdonos természetes személy, ott az összes elszámolható kiadás 70%-a. A kiírásról részletesebb információk a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület internetes oldalán találhatók. A Sátoraljaújhelyi rendőrségen szervezett véradást a Magyar Vörös Kereszt. Az ilyen akciók célja, hogy azokat a donorokat is elérjék, akik munkájuk miatt nem jutnak el a városi véradásokra. A Sátoraljaújhelyi rendőrségen évente kétszer is lehet vért adni. A cél, hogy a fiatal rendőröket bevonják a rendszeres donorok közé. Előzetes orvosi vizsgálat és néhány rutinkérdést követően indul a vérvétel. A Sátoraljaújhelyi Vöröskereszt a rendőrkapitányságon szervezett véradást elsősorban az egyenruhásoknak. A munkahelyre szervezett akciók célja, hogy azokat a donorokat is elérjék, akik napközben nehezen jutnak el a nyílt városi véradásokra. Mivel az újhelyi rendőrségnek az állománya nagyon fiatal, ezért célunk a fiataloknak a bevonása a véradó mozgalomba, hiszen egy lassú előregedés tapasztalható, ezért fontos feladatunk és célunk a fiataloknak a bevonása a véradó mozgalomba. A Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányságon sok a fiatal rendőr. Vezetőjük szerint a hozzájuk szervezett véradási jó lehetőség arra, hogy őket is bevonják a rendszeres véradók sorába. Ezzel a fiatal rendőreink mondjuk megismerkedik, meg ráadásul tudják, hogy ennek fontos üzenete is van, és konkrét segítség is esetleg a betegeknek, akkor mindenképpen, aki mondjuk nincsen kellemetlen emléke, mert volt olyan is, akit sajnos orvos segítséget kell nyújtani a véradást követően, vagy a közben, nyilván akinek ilyen kellemetlen élménye nincs, az úgy gondolom, hogy későbbében mindenképpen rendszeres véradóvá válik, vagy mondjuk rendszeres véradó vagyok én is, és még egy jó páran a rendőrség kötelékéből. Ma már az sem ritka, hogy úgynevezett irányított véradók is megjelennek ilyenkor. Ez azt jelenti, hogy például egy nagy műtét előtt a betegek rokonai hozzátartozói is adnak vért, ezzel segítik a vérellátó munkáját. Kiállítás nyílt a Sárospataki volt rajzszakos tanítóképzősök munkáiból Prep Art 2012 címmel a Sárospataki Művelődés Házában november 10-én. Az első ilyen tálatot 2007-ben tartották, a Sárospataki tanító képezde másfél százados létrejöttének évfordulóján. A kezdeményezésből már a hagyomány lett. Az 1979-től a Sárospataki Comenius Főiskolán valamilyen formában rajzszakon hallgató tanulók már a felnőtt férfiak és asszonyok munkáiból először 5 éve tartottak kiállítást Prepart címmel. A kezdeményezők célja hódolattal adózni az alma mater előtt. Fazekas Balog István főiskolai docens arról beszélt, hogy civil akaratból a volt diákok prepások összefogásába valósult meg az első tárlat, de akkor ott eldöntötték a résztvevők, 5 évente alkalmat adnak egymásnak, hogy találkozzanak, összejöjjenek. Az elhatározást cselekvés követte, hiszen a Prepart 2012-n 21 kiállító 72 munkával vesz részt. Festmények, grafika, tűzománc, smink, iparművészeti tárgyak kategóriákban. A Prepart, ez a kifejezés, ez egy ilyen szóötvözet a prepából és az artból. A prepa a régiek, idősebbek talán tudják, de a fiatalabbak nem, az a valami hajdani tanítóképzősöknek a neve volt, az ilyen nickname, ugye becenév hasonló, tehát prepás, a preparandiából, azt pedig a képezdék jelentette a tanítóképzőség. És hát ebből született meg ez a szóötvözet. A 90-es években a rajztanszéket vezető tanár emlékezett az akkori diákokra, az akkori főiskolai légkörre, amely mai napig kedves emlék sokak számára. Ez valami olyasmi, mint amikor az ember a régi és egyetlen szerelmére gondol, azt mondják, hogy egy szerelme lehet csak az embernek az életben. Nos, nekem egy kicsit Patak ilyen, azt az érzést, amit a Patak neve és az emléke kiváltanak bennem, azt gondolom, hogy ez semmire nem magyarázható, és szavakban kevésbé önthető. Ezt a jelenséget, ezt megmagyarázni nehéz, ahogy Schiller mondta, hogy a tünéken jelenséget a szórácsozat közé verni, a leleven szellemét nem szabad, éppen ezért erről és erről az érzésről beszélni sem lehet. A rajzos tanárok kiállítása egész hónapban várja az érdeklődőket a Művelődés Házában.
Családi töklámpás faragás rendeztek a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodában. Az idejáró gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel együtt készítették a világító zöldségfejeket. Az intézményben hosszú ideje hagyomány ez az őszi ünnepkört lezáró program. A német nemzetiségi csoportban a Márton napi néphagyományt is felelevenítették. A rendezvény célja a hagyományok ápolása mellett leginkább az, hogy ilyenkor az óvodába lehet és mókázhat együtt a család. Volt félelmetes, vigyorgó és vicces arcú töklámpás is a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodában, de nem is a lámpás formája, mint inkább a faragás öröme volt a célja az óvodai töknapnak. A Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodában már hagyomány ez az ünnep. Ilyenkor szülők, nagyszülők, testvérek együtt vannak az óvodában. Én még nem voltam ilyen tökfaragáson, de az reggel azt mondja, nagyika, mind a ketten gyertek, úgyhogy tetszik. A gyerekek nagyon várták ezt a napot. A legnagyobb élmény számukra, hogy az óvodában van együtt a család. A német nemzetiségi csoportokban a töknap helyett Mártonnapi vigasságot tartottak. Volt ének, tánc, sőt még libakeresés is. Vannak közös elemei a töknapnak és a Mártonnapnak, de a német csoportok mégis egy kicsit másképp ünnepelnek. Annak a tartalmi elemei a német ünnepekhez kötődnek. A töknap az egy kicsit a miénk, azt egy kicsit mi találtuk ki magunknak azért, hogy ne csak a Mártonnapi német csoportos ünneplés legyen, hanem nekünk is legyen sajátunk, ami minden csoportban, minden gyerek számára élményt jelent. A szépen világító töklámpásokkal a családok felvonultak a sétáló utcára, így az óvodai töknap eredményeit a járókelők is megcsodálhatták. Híradónk végén főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Névhasználati vita. Használhatják a tokai nevet a Borvidék szlovákiai részén készülő borokra. Magyarország fellebbez az Európai Bizottság döntése ellen. Díjesű. Tarolt a térség a Virágos Magyarországért versenyen, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Komlóska és Hercegkút is elismerést kapott. Prep Art. Az egykori tanítóképzősök alkotásaiból nyílt kiállítás a Sárospataki Művelődésházában. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megtekinthetik a www.zemplentv.hu internetes oldalon is. Ha a kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!